Pesti Attila építész a közelmúltban próbálta ki magát a kiállítás szervezésben. A műtárgyak kiállítási technikáját újabb dimenzióba helyezi. Ő érdemelte ki a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat. Engem meglepett, hogy ebből az irányból kaptam a méltatást, ugyanis mindig azt hittem, hogy valamelyik takaros cementgyár, amelyik fogom kapni a díjat, vagy valami ilyesmi. Ugyanis relatív rövid ideje foglalkozok ezzel a műfajjal, tehát a múzeumi tárlattervezéssel. És ez külön örömmel tölt el, hogy már is méltatják ezt a fajta munkámat, tehát remélem, hogy folytatása következik neki. Tarkó János, újvidéki festő, munkáiban a másságot idézi. Ihletet az álmokból és az emberben megbúvó bohócból merít. A zsűri neki ítélte oda a Fórum képzőművészeti díjat. Egy nagy megtiszteltetés számomra, és persze egy nagy lendületet ad a további munkába. Most még azt szeretném mondani, vagyis még szeretném köszönni a bírálóbizottságnak, a különösen Szombati Bálintnak, aki egy szép véleményt írt rólam a Magyar Szóba, továbbra a Virág Gábornak és a Fórumnak is, hogy valamiképpen kiálltak mellettem az utóbbi pár évben, és esélyt adtak arra, hogy bemutassam a művészetemet. És eljön a közétek, minden dolgát szem... 60 éves a Fórum Könyvkiadó Intézet. Az évtizedek alatt 2513 kiadványt jelentettek meg, csak az idén 33 új címszó és 5 hangos könyv látott napvilágot. Az évünket arra használtuk elsősorban, hogy emlékezzünk azokra a szerzőkre, szerkesztőkre, munkatársakra, akik részesei voltak ennek a 6 évtizedes történetnek. Ez a jubileumi évet az idei nappal szeretnénk lezárni, szintén egy ünnepléssel, úgy gondolom, hogy egy megfelelő alkalmat találtunk rá. Az eseményen Hajnal Jenő, az MNT elnöke is részt vett. Ennek a közösségnek élő, közösségi, ugyanakkor egyéni, művészi megnyilatkozásai a legmagasabb szinten tudják mindazt fölmutatni, ami a magyarság és egyáltalán a világ művészete számára fontos és jelentős lehet. Az ünnepi műsorban fellépett Krnács Erika előadó művész és Zsoldos Ervin verséneklő, valamint megnyílt Antal Szilárd újvidéki fotóművész a Rejtett Város című önálló kiállítása.